Tisztelt miniszterhelyettes úr, országgyűlési képviselő urak, polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves fehérváriak és fehérvármegyeiek, tisztelt ünneplők! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Magyarország születésnapján, Szent Istváni államalapításunk ünnepén, itt, történelmi fővárosunkban, nemzeti emlékhelyünkön, magyar királyaink koronázó és temetkezési székhelyén. Külön köszöntöm a libanoni keresztény közösség azon képviselőit, akik a napokat itt szeretett városunkban, Székesfehérváron velünk együtt töltik, és részt vesznek az ünnep egyes programjain. Szent István ünnepe a legrégebbi magyar ünnepünk, a keresztény magyar állam alapításának napja. De hogyan is változott augusztus 20-a ünnepe a történelem folyamán? Szent István királyunk augusztus 15-ét, Nagy Boldogasszony napját ünnepnappá nyilvánította, és mindig e napra hívta össze a királyi tanácsot, és törvénynapot is tartott itt Székesfehérvárott. 1083-ban első Szent László király uralkodása idején történt, hogy István király, fia Imre herceg, illetve Gellért püspök szenti avatásának napja esett augusztus 20-ára, és László király az augusztus 15-i ünnepi napot is e napra áttette, innentől kezdve kötjük Szent István ünnepét e naphoz. De például az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után 11 évig tilos volt megünnepelni augusztus 20-át. Az újabb szentjobb körmenetre 1860-ban került sor, majd pedig augusztus 20-a a kiegyezéssel 1867-ben került vissza az őt megillető helyére, sőt, Ferenc József általános munkaszüneti nappá is nyilvánította augusztus 20-át. A trianoni békeszerződés kényszerű aláírása után az ünnep tartalma új jelentéssel bővült. Szent István királyunk alakja nem csak a nemzet függetlenségét, hanem a történelmi Magyarország egységét is szimbolizálta. 1927-ben rendezték meg az első tűzi játékot is ezen a napon. Az 1938. augusztus 18-án Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából Székesfehérvárott összeülő országgyűlés az 1938. évi 33. törvénnyel augusztus 20. napját Szent István király emlékezetére nemzeti ünnepnek nyilvánította. Augusztus 20-a, mint nemzeti ünnep, ebben a korszakban vált a magyarság egyetemes ünnepévé. Ekkor már nem csak a határon túli, hanem a messze kivándorolt magyarok is megemlékeztek az államalapító királyunkról. A II. Világháború után a kommunista államvezetés nem mert lemondani augusztus 20-áról. Először lekopott a szent kifejezés, majd 1948-ban átkeresztelték az új kenyér, majd 1949-ben pedig az alkotmány ünnepére, ami 1950-ben kiegészült a népköztársaság ünnepével. A körmenet pedig tiltó listára került. A szocializmus évei alatt a Szent Jobbot csak is a bazilika falain belül lehetett körbehordozni. Végül 1990-ben az országgyűlés nem csak nemzeti nappá, hanem állami ünneppé is nyilvánította augusztus 20-át, melyen nemzetünk születésnapját ünnepeljük. Tisztelt ünneplők! Mindannyiunk életében igen fontos esemény születésünk pillanata. Ez a kezdet, amely meghatározza, hogyan is indulunk el az élet útján. Nincsen ez másképp az államok életében sem. A magyarság történelmében az államalapítás volt az egyik legfontosabb esemény, a fennmaradásunkat garantáló lépés. Szent István király a keresztény hit alapjaira építve tudott stabil viszonyokat teremteni, Európa értékeit megválasztotta a magyarok számára is. Kiállt az egyetemes keresztény értékrend mellett, és elfogadtatta ezt népével is. Az elmúlt több mint egy évezred már számtalanszor bebizonyította, hogy a magyarság csak akkor lehet sikeres, ha országunk keresztény és a hit által egységes. 200 éve született nemzeti költőnk Petőfi Sándor szavaival, Isten csodája, hogy áll még hazánk. Ha szétnézünk a nagyvilágban, jól látható a rosszul értelmezett, szinte korlátlan személyes szabadság, a szolidaritást, közösséget nem ismerő individualizmus, a szellemi, erkölcsi gyökerek megtagadása. A nemzeti önfeladás azonban káoszhoz, kiszolgáltatottsághoz vezet. Nekünk nem szabad letérnünk a kijelölt útról, nem szabad elvágni keresztény gyökereinket,
templomainkból nyugati mintára szórakozó helyeket létesíteni. Meg kell őriznünk hagyományainkat, a ránk hagyott örökséget. Csak így tudunk olyan országot, olyan vármegyét, olyan várost, olyan községet építeni, ahol jó felnőni, ahol jó élni, ahol mindenkinek biztonságos otthona lehet. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az államalapítással Szent István elindította a magyarságot egy úton, azonban rajtunk is múlik, hogy mit hagyunk belőle örökül. Rajtunk, és csak is rajtunk múlik, hogy építjük-e az éltető, biztos alapot adó sziklákat, vagy romboljuk azokat. Mi, valamennyien, nap mint nap tevékenyen részt veszünk államunk alakításában, a szavazófülkékben, életmódunkkal, megnyilvánulásainkkal, és azzal, hogy mit tartunk értékeknek. Éppen ezért nem mindegy, hogy miként felelünk meg az adott kor kihívásainak, milyen döntéseket hozunk életünk során. Excellenciás Pányi Antal megyés püspök úr arra hívja fel a figyelmünket, hogy idézem, ma is hasonló felelősséget hordozunk, ma is itt van a lét és nem lét kérdése, és ma is felelősek vagyunk a gyökereinkért. Ezeket a kérdéseket jól ismerni, igaz szívvel szeretni mi voltunkat, gyökereinket megbecsülni, ma is feladatunk, hogy a világot gazdagítsuk és ne szegényítsünk. Örülnünk kell sikereinknek, elért eredményeinknek, akár az olimpiai, világbajnoki sikereknek, a tudományokban és a művészetekben elért sikereknek, mindannak, ami magyar. És ezt az életérzést kell megtanítanunk, belenevelnünk, átadnunk a gyermekeinknek. Ezzel a biztos tudattal, életérzéssel kell megóvni őket minden álságos csapdától, az őket kora ártatlan gyermekségükben megrontani akaró felvilágosítástól, a gyökértelenné és ösztönök kiszolgáltatottjává tenni akaró sötét erőktől. Tisztelt ünneplők! Talán soha nem volt annyira fontos a magyarság egységének megléte, mint ma. Egység nélkül a nemzetállam megmaradása, szuverenitásának megőrzése elképzelhetetlen. A magyar állam és a magyar nemzet Szent István látnoki személyisége, isteni gondviselésben bízó küldetéstudata és vasakarata révén vált alkalmassá arra a történelmi szerepre, amelyet több mint 1000 éven keresztül betöltött. A keresztény hit felvétele és a keresztény állam kiépítése tette lehetővé, hogy a magyarság visszaverje a létére törő támadásokat, hogy ne csak a győzelmeiben, de a hódoltságok, megszállások, feldarabolások és diktátumok idején is megőrizze erkölcsi tartását, és túléljen öröknek hit, hódító birodalmakat. A 2023-as év ünnepén nem mehetünk el amellett sem, ami a világban zajlik. Háború, fenyegetettségek, veszélyek. Olyan veszélyek, amikről egyikünk sem gondolta volna, hogy azokkal nekünk a 21. században még szembe kell majd néznünk. Szent István szerint mi magyarok akkor maradunk meg, ha a hitünkben keresztények, hűségünkben magyarok, cselekedeteinkben a független, szuverén magyar állam védelmezői és polgárai vagyunk. Szent István több mint 1000 esztendővel ezelőtt nem csupán megálmodta, de meg is teremtette a magyarok saját országát, mely hűszövetségese ugyan a keresztény Európának, de politikáját mindig a saját, jól felfogott érdekeiből vezette le. A mostanság oly sokszor emlegetett nemzeti szuverenitás ugyanis a gyakorlatban ezt jelenti. Isten adta jogot, hogy egy országnak, egy nemzetnek nem kell a saját érdekeit idegen érdekeknek alávetnie. Azt, hogy egy országnak nem kell olyan törvényeket, olyan intézkedéseket hoznia, amelyeknek saját polgárai a vesztesei lesznek, nem pedig a győztesei. Utasítsuk el a hazugságot, a hazug felelőtlen embereket, akik gyűlölködésbe, kilátástalanságba, háborúba akarnak taszítani bennünket. Abba a háborúba, ami sajnos már több mint egy éve zajlik szomszédunkban, és a valóságban is szólnak a fegyverek, apákat, fiakat siratnak az asszonyok. Asszisi Szent Ferenc imádsága ma különösen is megfontolandó. Ahol békétlenség van, ott teremtsünk harmóniát. Ahol hamisság van, ott teremtsünk igazságot. Ahol kételj van, ott teremtsünk hitet. Ahol kétségbeesés van, ott teremtsünk reményt.
Nekünk magyaroknak meg kell őriznünk nyugalmunkat és hidegvérünket. Államalapító Szent István királyunk bölcsessége, a megfontolt, higgadt gondolkodás garantálhatja most hazánk számára a békét és a nyugalmat. Hölgyeim és uraim, Novák Katalin köztársasági elnökasszony szavait idézve, melyet tavaly mondott el itt a Szent Istváni államalapítás bölcsőjében, történelmi fővárosunkban, Székesfehérváron, kell az ünnep. Épp most van szükségünk igazán arra, hogy közös életünkre olyan távlatból tekintsünk, mely segít megérteni múltunkat, valósághűen látni jelenünket, és bölcs döntésekkel segíteni jövőnket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ünnepelni csodálatos. Az ünnep az együttlétről, a közösségről, a hitünkről, a tiszteletünkről és az örömünkről szól. Idén is lelkünket melengető és hitünkben megerősítő érzés volt részt venni az Egyházmegye és a város által megrendezett eseményeken, mint például az osszárium megnyitásán, az augusztus 14-i körmeneten, az ünnepi szentmiséken, vagy például közösen elimádkozni a felajánlás imát, mely felajánlás látható a világtán legszebb címerén, Fehérvár megye címerén, vagy akár jelen lenni a Szent István érdemrend és díjátadásán. Természetesen a mai napon még sorra kerülő ünnepi közgyűlés és díjátadás is kiemelten fontos eleme az augusztus 20-ai ünnepség sorozatnak. És ahogy minden évben, így idén is örömmel vettem részt Fehérváron megrendezett királyi napok, minden korosztály számára kínált, országosan is egyedülálló programjain. Ennek az ünnepség sorozatnak, ami önmagában is sokkal több, mint egy kiemelkedően színvonalas összművészeti fesztivál, is lelke van, tehát méltó utódja a 100 évvel ezelőtt megkezdetteknek. Sokszínűségét, eseményeit, melyeken az elmúlt napokban részt vehettünk, felsorolni is nehéz. A teljesség igénye nélkül így lehetett szabadtéri filmvetítésekre, koncertekre mennünk, kiállításokat néznünk, fúvós, katona és komoly zenét hallgatnunk, az Alba Régia táncegyüttessel és vendégeivel táncra perdülnünk, balett és színházi előadásokon, középkori hagyományokat felidéző bajvívó bajnokságokon, az Öreghegyi mulatságon, a koronázási ünnepi játékokon részt vennünk, Fejér vármegyei mézeket a mézünnepen, egyéb csecsebecséket a középkori piacon vásárolni. Engem ugyanakkor nem csak a programok töltöttek el csodálattal, hanem az az összefogás is, amelyek nélkül ezek nem jöhettek volna létre, az a sok-sok szív, amely együtt dobbant a megvalósításukért. Köszönet az Egyházmegyének, Székesfehérvár városvezetésének, a királyi napok szervezőinek, megvalósítóinak, hogy ezt az eseménysorozatot minden évben megtartják, új ötletekkel gazdagítják, akkor is, amikor gazdaságilag sok-sok kihívással kell szembenézniük. A kihívások ellenére nézzünk szét, s azt látjuk, hogy történelmi fővárosunk Székesfehérvár és közössége példásan épül, szépül és fejlődik, ezért is hálás köszönet. Egyúttal gratulálok Cserpalkovics polgármester úrnak azért is, mert a mai napon Fehérvár képviseletében, Esztergomban, köztársasági elnökasszony jelenlétében Szent István városai, testvérvárosi megállapodást kötött Esztergom városvezetésével. Ez egy példás tett volt, hiszen nem rivalizálás, hanem egymást segítő, egymást erősítő példás összefogás, amelynek szemtanúi lehettünk. És ha már a köszönetről van szó, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából ezúton is köszönetünket fejezzük ki katonáinknak, rendőreinknek és mindenkinek, aki szeretett országunk és annak állampolgárai biztonsága fölött őrködik a nap 24 órájában. Tisztelt ünneplő közösség! Augusztus 20-a a magyarság legősibb nemzeti ünnepe. E napon államalapításunkat, Szent István királyunkat, nemzet megmaradásunkat és az életet jelentő új kenyeret is ünnepeljük. Az új kenyeret, mely az élet táplálója, melyben benne foglaltatik az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája, az élet körforgása, az összefogás, az együttműködés ereje.
nemzetünk születésnapján kívánok önöknek békét, bőséget, hitben, szeretetben megélt szép jövőt. Köszönöm, hogy meghallgattak, a jó Isten éltesse nemzetünket, Isten éltesse Székesfehérvárt, Isten éltesse Fehérvár megyét.